kettegére, így kiugrottod a bokorból, az anyját megbassza. Sajnos nem tudunk bent lenni. Sajnos pont ez az ugrás, ahol megállt. Jó van, egy mát ment, hála Istennek. Jó van, drágám. Most már bízunk. A lelkes csapat, szülők, mindenkik, Niki is, ők is. És egy-kettő kis szemétládra kihasználja. Hopp, jó, nem baj, nem szépen ugrunk, csak menjen. És na, szóval ilyenkor azt kéne, Miruska, hogy piszkáld őt, piszkáld, csetteg, mert egyszer... Nem baj, csetteg rá mindig. Ez a csettegé neki, csettegé végig! Ő is levette a Lili előbb, valaki arra kerül. Jó. Főleg jó lenne körbe menne. Neked is a kedved egy kicsit. Éj, Istenem. Olyan lelkes csapat tényleg, de hát nem mindig vagyunk. Jó van. Csetteg rá, csetteg, csetteg, ez az, ügyes vagy. Csetteg neki. Azért alásolderolunk egyet otthon majd munkába. Érezd a kis babucit. Úgy van! Jó van! Na, jó. Na, gyere! Na, itt a dzsukoló apuci. Na, nem hittem. Na, mindegy. Nem tudom, mit hittem. Jó van. Na, végre visszajött önbizalom egy picit meg a kedvetek. Ez anyád úristen, itt mondtam, alát hirigelünk otthon. Jó van. Hála égnek. Kicsit szúszányátok, jó? Hát a reggeli után ez nagyon kellett. Akkor már csak ilyen neked Liza jön? És itt az anyuka is, a büszke anyuka, aki el volt keseredve velem együtt. Meg kell, hogy mondjam, szegényként. De most első, majd ma napszuk a Nika, elsőnél át fog menni, onnan már megy. És úgy is volt, hála égnek. Hol? Brutál tempóban ment egyébként. Nagyon. Nagyon, jó volt. Nem voltam egykezőt, és már meg ideális idő lesz. Második induló volt, amire. Igen. Emelnek aztán a második induló. Na, nem úgy való voltok. Nem, hanem, na, most boldogok vagyunk egy kicsit. Kislány miatt, szülők miatt, meg hát ki miatt, meg minden miatt.